Isten, most nyolc helyre jött a hangom, víz. Szavasz, Dávid. Üdv. No, hát akkor... Nem tudok se, hanem tudok csak, hogy lássak. Legalább hallani engem. Jó, én látom a streamet is, és látom a chatet is. Ha esetleg elmenne kép, vagy ilyesmi, akkor azt is fogom. Hát este lehet, de nagy. Közben addig elindítom, hogy is idő lesz. Betölt, egy új játékot fogom most kezdeni, bár már játszottam vele valamelyest. Vittem el egy fél órát kb. Sziasztok! Köszönöm, de nem is ismersz. Az igen. Időben jelzett a YouTube, nem semmi. Az is lehet, hogy eddig azért nem jelzett, mert csak ilyen streamelés most móddal indítottam, most viszont volt esemény, amit csináltam neki, és az indult végül el. Szólt, de mondjuk két ma máskor is csináltam, szóval nem értem. Nem értem. De mindegy, a lényeg, hogy most jól működik. A grafikát azt levettem low-ra, de még így is jól néz egyébként a játék. Mert amúgy is kigyullad a Subnautica-tól a gépem, hát ettől a kiegészítőtől is, úgymond kiegészítőtől. És ha közben streamelek is, akkor főleg el fog gyulladni a szobám. Én kibírom, nem baj, ha megy a fűtés, tél van, csak nem szeretném, ha így kikapcsolna meg ilyenek, mint a legutóbb. Nem baj, csak legyen nagy szív a monitorod. Ott! Máskor stream utája lesz. Az is jó. Sziasztok! Erről maradtatok le. Teljesen korrekt. Úristen, már nagyon... Így nyomja be az egaizé. Ne, pont, hallod? We are different, but we go together. Ez nem is volt korábban. Mind különbözőek vagyunk, de együtt megyünk. Ezt az Emperor mondta, hogy tudjuk, hogy kicsoda. Szevasz, Dom. Na, kezdjünk is bele. Amit akartam az előbb mondani, de elfelejtettem, úgyhogy így lényegében mindegy. És igen, felébredünk a bázison, már itt is vagyunk egybe. Nem az, hogy így semmiből indulunk. Itt nem értettem, itt nem tudtam semmire kattintani, mert tabbal bezárom, úgyhogy kilőjük a szundit. Szevasz! Csapat log gameplay. Jó, ez mi vagyunk Robin, úgyhogy ez rólunk szóló sztori, de most annyira nem olvasgatni nektek, inkább úgy a játékban nézzünk körül. Nyilván vannak bugok, ilyenek tele van vele, ez az early access. Viszont már alapból jól néz ki, meg jól működik a játék, hiszen a meglévő Subnautica motor, meg játék meg elemekből épült fel. Csak egy új sztorit és egy új világot építettek fel. És egyébként pont ezért is érdekelt, mert az a vicc, hogyha el kéne mondanom valakinek, hogy mit kell csinálni lényegében, úgy igazából semmit, tehát nincs az, hogy teljesíteni kell a pályát, hogy össze kell gyűjteni pontot. Ha akarod, csinálsz bázist, ha nem, azért nem, akár gyalog is, és hát úszkálva is végig csináltad az egészet nagyjából, csak rohadt nehéz lesz, de alapból úgymond ez tényleg egy ilyen, hát nem tudom, egy ilyen művészeti termék, jó most a zöld kockákat ne nézzétek, nyilván ezek meg ilyen félkész dolgok. Hi Sam. De milyen jól lesz itt a Jeffrey's up at the research site. Okay, I'll check it out. Understood? You know, the formal bit's cute, but we've shared a room. Would it kill your career to act like we'd met before? Robin, you know these conversations are monitored. I don't care who knows it's cute. I've been here 2 weeks, we've hardly spoken.
alig beszéltünk, miért vagy olyan hivatalos? Find Jeffrey, chat later. Testvére. Yes, mom. Aki beszél. Ez nem valami nagy spoiler, hanem így kb. Két percet kibőről. Tehogy pusztítom el a hóembert, tök menő. Hogy nem a Twitch-en live-osz? Nem tudom, azt még majd kitalálom, meg átgondolom, de Twitch-et meguntam elegemnek, meg amúgy is csomóan szóltak, hogy milyen YouTube-on van. Igazából amiatt akarom, hogy itt eléggé más irányba elmentem szépen. Na, például a létrázás nem működik, de... Ja, mert csak felfelé működik. Feltartottál. És úgy vagyok vele, hogy a gameplayt konkrétan azt inkább Twitch-en, de... De most nem. Most itt. Emlékszel rám? Hát emlékszem, hogy a felem ezt tudnék, én arra abszolút felültem. Ha már Early Access, Don't Starve Hamlet. Hát nem. Ez nem az. Ja, itt lesznek az emberre forgó virágok. Ezek. Hello! Jó napot. Én csak itt. Már megyek is. Visz le. És amúgy meg, ha közel megyek, akkor szélj elég. Nem tudom miért. Hogy mit sebez, vagy mit csinál. Vagy mérgez, vagy megcsíp. De jelen nincs, hogy támadna, csak így néz. Hello! Figyelünk. Egy kis aranyosak. Early Access létre, igen. Igen, ez konkrétan. Nem baj. Egyébként azt tetszik, hogy azt más játékban is láttam már, hogy bár itt végül is nem így volt megoldva, hanem el van bassza és csak fölfelé működik. Szóval amíg nincs megoldva a létrázás animáció, addig azt szokták csinálni, hogy rákattintasz és leteleportálsz vagy a tetejére, vagy az aljára, ugye. A topik hol vagy. Én ezt kiamulnám, úgyhogy nem csak az, hogy mennyire csillog, vagy milyen a grafikája, hanem hogy ahogy össze vannak rakva a pályák. Nagyon kis csinos. A víz alatt nyilván még szebb lesz, de itt egy csomó minden lesz egyébként szárazföldön is. Mivel hogy lesznek ilyen jeges dolgok. Itt azt mondom, nincs semmi. Nincs hát. De legalább időt pazarolhatunk itt. Isten, nagyon zúg a gépem, remélem nem fog közben kikapcsolni. Hallani amúgy rendesen? Mert ez tök új ez a üles zúg. Az a forró, hogy itt ebben a bevezető részben semmit nem lehet használni, amint amúgy igen. Kávé közül is itt van, nem lehet használni. További próbálkozások erővel lesznek. És a nevemmel szólította. Akárki is. The building just powered up. It spoke to me. Are you safe? It's never done that before. I'm fine. No sign of Jeffrey's. Jó, vagyunk, I've Jeffrey got an electrical storm on the sensors. I think it's already here. Ki kéne menni. That cabin is unstable. I want you to get back to. Sam? Damn it! Összeomolhat a barlang. Bent is villámlik az érdekes. Hát akkor nem arra megyek. Fádjon, micsoda? What? Ez ki az, mi az? Jaj, hát hogy máshogy ugrottam volna itt le? De mindegy, nincs HP-nk egyelőre, úgyhogy látlan leugrálgatok. Na, de egyébként nincs olyan messze a bázis, hát ennyit nem sétáltunk. Most azt, hogy kerülőn megyünk, mondom, akkor ott is van. Ott a bázis, gyerünk. Ójjaj. Ez egy lavinának tűnik. Hát egy spontán jéghegy keletkezett ide. Nem baj, hát... Nyilván a címből lehetett találni, hogy itt víz alatti dolgok lesznek. Ezen át tudok menni, hogy így csinál. Megküldjük nekik a feedbacket, Don't Starve, az már tudom. Most veled fogjanak csinálni a csak. Én amikor kimondta, hogy Farder egyből a hitre. Your environment is no longer safe, and your PDA has rebooted in emergency mode. Be advised,
High wind speeds will cause lethal exposure in 4 minutes. 4 percig bírom az erős szélben, annyira kívül hideg van, a ruhába is csak addig. Ja igen, nyilván ez buborék egy levegőt közben. Kiszívtuk belőle az oxigén. És van egy kis lélegzési lehetőség. Csak nem fogadunk meg a kb. Tutoriálban. De itt már át is úszunk így valahova, és így elnyíltam. Hát én nyíltam, hát semmi a tenger. Meg lebasznak hozzánk ilyen segítő dolgot. Ezek jól néznek ki ezek a átívelő cuccok, ebben lesz egy csomó. Hello! Hogy vagy? Gyere már ide. New creature discovered. Ez is jó. Hogy néz? Ilyen pixeles, ja, mert levettem a grafikát. De nem is annyira a játékon látszik, hanem hogy nem tölt be olyan messzire. Meg... ja... a textúrája sem. És hova kéne menni, hogy tud bekapcsolni? Ja, ezek kurva jók, ezek a pingvinek amúgy. Hello! Még ezt nem lehet elfogni. Ja, de a babát igen. Baba pingvin. Robin, come in. I copy. I'm out in open water. Stay where you are. I'm sending a rescue shuttle. No, I'm okay. I just need shelter. Fine, I'm sending. Kicsit meghalt az audio. Call me when you get there. Nem tudom, hogy ez a bázis a miénk, vagy az egy ilyen kérdés. Maradj már a felszínen. Azt mondom, hogy olyan. Nem tudom. A sztori szerint valami a bázisunk, az ami összeomlott a francba. Az egy ilyen UFO labor alapnyom volt. Ott az UFO építmények tűnik ez a fekete cucc. Vagy nem csinálták még meg, vagy nem töltött be a textúrát. Ezt így nem tudom. Jézus Isten, gyere már le! Egyébként egy ilyen kis mentőkabincos lesz, és ami még tetszik, és remélem, hogy így is marad, és nem csak ilyen véglenes megoldás, hogy instant beteleportálunk a kabinba, és meg kell végignézni az animációt, hanem egy fújtcs! Belegondoltam abba, hogy olyan néztem, miért van szóra, hogy azért, mert ott nem lehet elmenteni a lényedet, amíg nem az neki neve. And the facility? Igen. It said my name. I need to know why. I know. Na jó. Make something to eat, get equipped. I'll have answers by then. Kis. Will do. Titanium kell meg szilikon gumi. Na most. Nyilvadás level. Sok csillámfaszlal, na igen. Hopp. Pengling. Mi a jatab? Kisgyerek verzió ezt kiképítettek. Miért ide fingott? Jaj. Szomorú. Kreatív nő, igen. De Pengling a neve, amúgy nem Pengling, csak az a Pengling. Ez nem tudom micsoda, nem bántam úgy, viszont egy több... Olyan? Több bőrünk ezt eszi. Meg menő, hogy egy oldalra nyílik a... Tehát, hogy így csőr az arca. És ez így szép nyílik oldalra, így a Penglingnek. Okay. Hello. Hogy? Kajam már van, még egy kis italt is. Hol van még kólyakhal? Ja, ez a kukucskáló. Kérlek. És volt a csillag. Csillámpöcő. Ja, köszi. Köszi szépen. Kéne szerezni, ja meg ami feltűnt, legalábbis így eleinte, hogy sokkal-sokkal több azért van. Érc, amit ki lehet szedni. Sűrűbben vannak. Hál Istennek, ami egyáltalán nem hátrány, mert állandóan keresgélni kell, és akkor így jó, akkor csinálok egy elemet, és 20 percig keresgéltem be az én elem. Nézzétek, még itt van kapásba három két milliméteren belül. Ez elég jó, csak hát elég észrevehetetlen szürke alapon szürke, de... mindegy. Ez a lényeg.
Nyilván. Nyilvánvalóan. Azt egyébként nem tudom, hogy mi... milyen lények vannak benne. Hogy benne vannak-e már olyanok is, amik megtámadnak. De megpróbálunk valami ilyesmit eljutni. Úgyhogy... ja, arra nagyon kíváncsi, hogy valami, ami fenyeget. Azon a fulladáson, meg a... nem tudom, mi kívül. Illetve, hogy van-e ilyen pályaszéli visszatartó erő, mint a Ghost Levélben az előzőben. Vagy esetleg ugyanaz. Próbáltam múltkor lejjebb menni, így mélyebbre, de... egyébként egész hamar izé tudunk is majd ilyen vízi siklót csinálni, úgyhogy ezt meg is csináljuk. Ja, és az elején annyiszor kell figyelni az oxigént, hogy miért nem irritáló, de... de ez egészen hamar meg fog szűnni. Na, még egy kis izét keresek, ezt a hosszúdás mögött, hogy meg mélyebb víz felé. Kúszószőlő azt hiszem, aha, creeping plant. Creepvine, ja, angolul az, nem hiszem, hogy magyarul. Gyere ide, hólyag hely. Szíves. Rát jól néz ki amúgy, meg így játék közben azért. Nem tudom, hogyha az ember játszik vele, és nem csak így nézi, nem tudom mennyire ugyanaz, de én kívülünk is szállni. Azért is szeretem, mert amit szeretem is felfedezni a környéket. Aztán nyilván egy idő után az elmúlik, és a sztori érdekel, vagy a farmolás, de annyira, annyira kikapcsoló és feelinges. Itt a kúszószörő, de ebből vágni még nem tudok, mert nincs kés. Csába. Viszont a gyümölcsét úgymond, és pürtjeit, ezt le tudjuk kapkodni, és ezt meg is mentem, hogy nagyon világító piros, csak nem tudom hol van. Ez képest, hogy nagyon világító piros. Megvan. Azért mondom, hogy eléggé észrevehető. Adire! Adire! Blueprint acquired. Darab, igen. Milyen blueprintet értünk el? Nem tudom, de a késhez is az kell. Kis gumi, vagy egy kis titán, nem? Nem is vissza is megy. Kés kell, mert... azt kell majd a szkennerhez. A maga a kúszószőlőnek a... ezért... csápszerű követke az emberről beszélni. Csápszerű követke. Erről? Ja, erről a kis érzékelői fején. Lehet egyébként, hogy az inspirálta. Jaj, ez az úszkálás az elején. Meg még nem találtam itt egyelőre olyan szitut, mint például az egybe, hogy ott is... ha egyből odaúszol az aurórához, egyből találkozol egy kaszással, ugye, ami legyőzhetetlen és a legerősebb. 5 percen belül szét tudod szivatni magad. Scanner, az elem. Jó, azt is tudunk csinálni. Meg ezt is. Csinálunk silicon rubbert. Meg fiber mesh-t, jön a... de elem. Itt az, ja, mert ez a ribbon plant-ben van. Igen. Akkor már megcsinálom a scanner. Ez gyors volt. Úgy. Nem kövek, hanem növények. Ja, azt hittem csak. Milyen császerű kövek? What? Ja, amit... mi? Mondtam, hogy ilyen kacsfaringósan így ível a pályán. Silicon rubber, csinálom meg egyet. Akkor már gyorsabban is fogunk úszni. Mert ilyet csinálom. És mi kell a oxigén palaszhoz? Fiber mesh, ja, ahhoz kell tenni. Mindent beszkennelünk. Igen. Önnön magunkat is. Ezt nem lehet? Hopp. Ja, creepvine. Ja, erre gondolsz? Erre a cuszra. Hopp. Kell a kérdés. Nem szokszor őr, és mit csinálok is? Mit?
akarok. De igen, oxigént passzok, hogy legalább egy picit, igen, egy picit tovább bírjuk a víz alatt. For fuck's sake. Hát ez így nagyon kevés. És beszkannoljuk. Nem is nem olvasgatunk. Három van, ilyen még, hogy go vissza. Hol van? Ja, jó, oké. Okay. Csak felfogtam, hogy mire beszél. Kurva jól néztek, egy áttetsző hal, ami világít is. Most lehet, hogy nem, de a bázisban is elfogott a levegő, mert elég kicsi a tér és vízzel. Hát amúgy igen. De azért ez nem így volt eddig, úgyhogy nem nagyon. Nem, ez is nem kell. Ezt én nem tudok, ja? Bömes. Szóval logikus lenne, de ez még így nincs megcsinálva egyelőre. Játékban. De sose tudtam. Vészhelyzeti lebegtető készüléket. És mi felvisz engem? Csinálj meg a helyet. Jelentsődök majd. Ja igen, a kis tárolóhely mindegy egyelőre ez jó lesz. Újabb halból vizet sem, minden más meg megfőzünk. Nem bocsó. Mindegy, vízzel egész jól állunk, a hús kell nagyon. Jó, hát várjunk. De itt már ez fejlettebb technológia. Több száz évvel később belül. Leve ilyet, hogy kaját csinál. Vizet a halból. Mit akarod, hogy megcsinálni? Semmit magából. Szkennelgetni akarom, hogy itt a környéken vannak. Hoppá. Hát ezt már nem, ezt nem fejeztük el. Ezeket... Jaj, Istenem. Hagyj, de hülye vagyok! Igen, most megesszük őket. Ezt is. És... Baba pingvin belobjuk meg ezeket. Ezeket kilobjuk. Jó. Már végig lehet, hogy milyen játék az lesz. Na, azt nem tudom. Igazából őszintén szólva, direkt semmit nem néztem meg a játékról. Mert nagyon kevés olyan játék volt, amit úgy mutattam be nektek, hogy én is akkor tesztelem. Tehát ilyen, úgymond első benyomás, meg. Úgy fedezzük el, vagy ma. Vagy ha igen, akkor lehet, hogy akkor játszottam bele én először, de már mondjuk két éves játékot csomó nem tudtam, ahol kb. Akaratlan volt. Direkt nem néztem semminek utána, hogy mi a helyzet vele. Szia! Szia, Licsi! És most farmolni? Nem, szkennelni akarok. Volt egy rész legalábbis a játékban, amit én magam rajmítottam, ahol hevelt egy csomó ilyen készüléknek így van a darabkája, például a vízisikló. Hát csak egy harmadik kell. Ez nagyon jó lenne. Szóval most ezt viszonylag hamar tudtuk az előzőbe is. Úgy biztos kell hozzá üveg is. Tudom, hogy darabjuk a négyesre. Nézzük meg. Oxygen. Ajaj. Ne? Aha, ja, ez kurva jó, de jó. Esküszöm, soha nem tudtam, hogy mire való. Szia, Honti. Excuse me, mi ezek között? Rákásség, mert biztos vagyok benne, hogyha végig lehet jönni, akkor valaki már végig. Ez lehet. Ja, benyomom és így felvisz. És nem, majdnem, hogy még gyorsabb is, mint a izé. Hát ez kurva jó, ezt miért nem csináltam eddig? Ez az elsőben is volt. Augustor. Excuse me, nem tudom, de köszönöm. Mindegy, én értettem, hogy köszönöm. Ja, ez nagyon cuki amúgy. Mr. Óriás. Lukhal. Koronghal. Milyen szomorú. Hello. Hello.
És ami már van ending, az nice. És ezért levegőt lehet belőle kinyerni. Totál vég lehet vinni? Szerintem kb. Alig van a sztori, át lehet menni a kis lukon. Meg, ja, erre irányomok és feltölti az oxigént, ami elég király. Ez nagyon tetszik. Hogy nincs az, hogy mindig, minden alkalommal fel kell menni a felszínre, hanem remélem, hogy kajában meg a vízből is csináltak valamilyen megoldást, amiért figyelni kell, úgymond csinálni kell valamit vele, de van rá megoldás, például ilyen lenti alacska. Ismered a bobot? Hogy nincs menni? Rengeteget játszottam vele. Egy-két évet eredetén, és Taurin is egy olyan 5-6 évet belőltem mondjuk. És nem kell állandó, bár felmegyek most megint. Ez kurva jó. Na jó, legalább most már ezt is tudjuk, hogyha hardcore módban megpróbáljuk végülni majd az első, akkor tudni fogjuk. Pinnatari. Nagyon érdekesen néz ki, de... Ja igen, ez nem emészthető. Ez a nagy fánk, én azt hittem csak azért tűnik a... nagynak, mert közel van. Nem. Tényleg elég nagy. Ez a többihez képest is. Ez is a neve egy... Titan. Óriás. Hopp, ez mi? Ez mi? Anyád! Ja, ez a... Jóca. Szimbióta. Ez a véreztető, azt hiszem. Ja. Nem mindegy, itt a közepére rányom, akkor fel kell kérdni. Kossz, igen. De annyira ostoba vagyok, amúgy ott hagytam a területet, ahol szkenneltem a vízi siklót, de amúgy mindegy, mert ez nem úgy szokott lenni, hogy három darabot kell találni, akkor három is van belőle összesen. Hanem van 30-et jelszólva. Ezt találok. Scanner. Hol vagy mégis? Scanner, hogyha meg lenne, mert katasztrofális ez a haladási sebesség. És akkor meg is próbálunk így elúszkálni messzed. De nem tudom igazából mit tudom még így már most kihozni belőle, de ilyen durvább palackot például nem tudom, hogy nem hiszem, hogy már most tudnék hozni. Nem tudok szegény palackot ezzel. Hó, vérgyetél. Látszod, akkor a fát. Egy kis magját tudom kiszedni majd. 30 seconds. Na most lehet lejjebb menni, ez mit csinál? Ja, ezért, ez is. Levegőt adunk. Jócák. Azt hiszem, hogy véreztető volt a neve az előzőben. Magyarul. És jó, ja, ha meg fel tudom menni, csak ugye hát nem marad. Hú. Ki? Csinál. De most voltam fönn, miért van már ez a levegő? Tudodás már, mi a francon? Nem töltöttek fel teljesen? Ja igen. Ja persze, ezek meg random közben történnek. I'm cold, I lost all my gear, and I'm no wiser to what's going on. But I'm alive. Menjek be a bázisra. I can't another drop. Hold on. There's an emergency cache. Hasn't been touched since the scouts landed 6 months ago. Could be useful. Send me the cords. On your HUD. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Okay. Egy bázist. Nézd külön, mindegy, mit tettél ebből. A szóval is titán volt. Ja nem, ez ezüst. Konkrétan van már ezüst a világban, és nem a izét kell ütögetni valami szal. Hú, nagyon miatt eltévedek rá, hogy gyorsan kinyílek innen. Ez meg arany. Ó, önmagukban is van már így. Ez tetszik. Lehet. A gondok miatt mondtam meg a DST. Ami? Ez mi? A Don't Start Together, ja.
I see. Na, mehet vissza. Mert ott egyébként a kabin környékén kéne, hogy legyen a vízisiklónak is a néhány töredéke. Egy pillanat figyelmet kérek. Ja, már 626.000 felmagasztottam. Isten, ezt így mondja. Ezt sem fogom. Hát, én nem is tudom. Kiminek lóca, csak lefagyott a kártyán. Ja, aranyos vagy, de egyébként a loot, az most nincs is bekapcsolva. A loot az olyan, hogy nem is muszáj fizetni, hanem az, annak az a lényege, hogy az ingyenes. Viszont ugye reklámot jelenik meg, tehát ez a reklám alapú fizetés. De az itt most nincs semmi bekapcsolva. Twitch sem volt, és hát itt is be lehetne, de most nem csináltam meg egyáltalán. Sok a játék volt a lényeg, meg egyébként is csak kipróbáltam így ezeket. Annó. De hát a loot az majd maradhatja az. Egyébként miről szól az a játék, mert nem ismerem az elsőt se. Hát nem spoilerzem le neked az elsőt, de a lényeg az, hogy egy víz alatti Minecraft, tehát hogy ha akarod, bányászgatsz és építesz egy bázist. Most éppen csak egy ilyen kis mentőkabinom van, de mindenféle high-tech cuccokkal fel lehet szerelni, meg magadat is. És igazából magát a világot, ami random generálódik. Tehát kezdik egy új játékot, tök más merre lesznek a dolgok, meg máshogy lesz kialakítva. És lényegében az elsőben hajótörés szenvedt ezen a bolygón, most meg már visszajöttél ide. És így fel kell deríteni az élővilágot, meg az itt lévő ilyen idegen dolgokat, meg technológiát. És közben nem csak ilyen kis aranyos halacskákkal találkozunk ám egyáltalán. Viszont ez nem olyan, hogy van valami lézerfegyvered, és akkor persze nagyokat hozni. És akkor le tud lőni a nagy félelmetes lényeket, hanem totál tehetetlen vagy mindennel szemben. A bizonyos ilyen fenyegetés jelentő szörnyek, azok csak feszültség, a terror fenntartására vannak. Úgyhogy ja, és elég parák, legalábbis az egyben mindaz volt. Ja, szóval ennyit ott a facecamon. És hát ennyi, itt is egyébként most ez lényegében tök ugyanúgy néz ki, tehát raktak bele új dolgokat, egy-két játék van ebből a dolgon változtattak, de ugyanúgy néz ki, ugyanaz a bolygó is, minden, tehát olyan, mintha ez egy kiegészítője lenne a játéknak. Nem is volt teljes áru, 5500 forint volt a megjelenés napján. Úgyhogy, ja, most viszont egy ilyen totálisan jeges részén van a világnak, és az előzőben full, tehát az előző az olyan volt, hogy egész végig mindenhol víz van. Volt szárazföld, nagyon minimális, de nem annyi. Most viszont itt elvileg a szárazföldön is kalandozni. Ja, nagy kapacitású szigén tartály. Tényleg? Tényleg már egész hamar szerzünk azt is. Na meg is van, lényegében. Van sok víz, egy vírus, meg kurva nagy halak. Egyébként igen. Tök jól leírta a játékot. Igen, egyébként fura vagy megosztó, vagy nem is tudom, hogy mondjam, vagy inkább azt mondom, hogy réteg játék végül is, tehát megértem, hogy miért nem mondjuk ultra népszerű, de egyébként de. Hát, nagy youtuberek is, mondjuk külföldiek is, Jacksepticeye is végigjátszotta, imádta, csinált benne minden hülyességet. Lényegében ez ilyen, hát egyrészt interaktív sztori is, meg mondom, ad annyi szabadságot, hogyha akarsz farmolgatsz és építgetsz magadnak, de ha akarsz csak a történetet figyeled, ha akarsz csinálsz benne baromságokat, építesz bázist oda, ahol a ragadozók vannak, vagy csak körbenézel, rengeteg minden leírás van az összes élőlényről, mint hogyha rendesen egy BIOS könyvet olvasnál, hogy ez a hal ezt teszi, meg mit tudom én. Bántja őt a fény, ezért a tenger mélyén van, a sötét bálandon, tehát hogy tényleg teljesen egész részletes leírása van így mindenek, és tehát jó, bele lehet élni magad, de
akkor sem lesz szar a játék, ha ezeket nem olvasod el, tehát nincs rá úgymond szükség. Nem fogsz lovozni többet? Én jelenleg is lovozom. Csak videót nincs kedvem csinálni. Csak úgy gameplay-eket tudok. Nézzétek, Lux, botlane ezek is, akkor megölök embereket, 7-5, kurva jó, nem. Amit én nem érzek jónak, hogy én szívesen csinálom, vagy én nézném, úgymond, mások helyébe, azt nem tudom. Lehet lesz, még lehet csak a honlapon lesz, majd írásos formában, én kisebb LOL oktatók mondjuk, ezt még nem találtam ki, de alapvetően az például az új irány, amit láttatok, ezek a ilyen okoskodó videók, játékesztek, zene, meg egy csomó minden, ami játékokkal kapcsolatos. Szevasz Balázs! Ha már LOL lement egy rankeret, visszatudod 4 divet, mindenki mesélte, így közd fel magad is a valóba plusz ajándék, hogyha így marad, akkor jövőre csinálhatod ugyanezt. Mi van? Miről beszélsz? Persze, hogy mindenki visszadobott 4 divet, mint minden ranked vagy season resetnél ez van. Lehúznak silver aljáig, és az 9 éve így van, nem tudom miről beszélsz, hogy mi a probléma. Jó, hát BIOS, igen, egy fiktív világban, de érted? A játékbeli biológia, most nem. Hát a Reaper Leviathan az olyan, hogy még a legdurvább tenger alatti arrót is ketté harapja a gecibe. Én a master lettem. Nice, jó, hát te. Te amúgy is. Szevasz Ares egyébként, üdv. Szevasz Krisz. Közben mutat, hogy mindig sokat segítenek, ennek örülök. Ja, azokat is nem tudom. Nem akarok ígérni semmit. Ja, úgyhogy nem besoroló van, hanem ledob alacsony díjbe. Ezt most nem mondod komolyan, ugye? A besoroló is az, hogy ledob Silver 4-be, és a besoroló... Ugyanaz volt. Teljesítmény alapján a Delphi. Ugyanaz van, mint eddig, csak most ki van jelezve. Mindig ez volt. 1200 elóra rezetelik az embereket, és a besoroló az olyan nincs, hogy bronz voltál, és az téged feldob izébe, masterbe. Hát valamivel nagyon nem vagy tisztában, ez sose volt így, hogy besoroló az tizet, ha nyersz, akkor bedob izébe, mit tudom én, hova a diamondba. Lófasz. Lehúz téged, csak hogyha, tudom én, challengerbe voltál, akkor diamond kettőig húz le, és onnan sorol be valahova. Ha gold 4, akkor lehúz szépen silverbe, és onnan sorol be valahova. Jó, volt egy olyan season, amikor nagyon lehúzott mindenkit, és a diamond meg challengereket is lehúzta, és a besoroló alapján bedobta őket bronzba. Azon már rég túl vagyunk, most csak nagyon-nagyon mutatja, ráadásul most nem is tudsz veszíteni. Tehát ennél nyerősebb még sosem volt a játékában. Kurvára be kéne maszkelni ezt a vízisiklót. Szóval lényeg most az van, hogyha vesztesz, akkor nem vesztesz elót a besorolóba, ha nyersz, akkor meg kapsz, mit tudom, 50-et. Mi rengeteg. Mondjuk én annak nem örülök, hogy nem vesztesz elót, mert közben az elemered meg csökken, szóval azt tönkre tudod beszélni, mint ahogy én 1-5-ben állok jelenleg. Eddig. És egyébként 3 ranked után le is töröltem a LOL-t, de másnap visszaraktam, mert a játékot szeretem csak. Az embereket rankedem, mert nagyon felidegesítettek. Szevasz kapitány! Szóval mindig is így volt, csak nem volt kijelezve. A besoroló az pontosan így működött, csak most van egy ilyen kis csúszka, amit még látod is, hogy hol tartasz, és mit történt. Eddig is csontra ugyanez volt. Silver 4-re indulsz, mondjuk. És... onnan hajrá. Ez régen is, még a League rendszer előtt is így volt, csak akkor nem Silver 4 volt, hanem 1200 eló felé húzta az embereket.
Sea Glide. Ja, ki kéne venni a nyersanyagokat. Azért mondom, van ebből egy csomó, hát mit akarsz. Mindent kidobálunk, nem néztem, hogy mi kell, kivéve a pingvin babát. Egyébként gondolkodtam, hogy csinálok majd egy videót a ranked rendszerről. Úgy alapból, meg az újról is. Twitch-en? Fogalmam sincs. Eddig úgy voltam vele, hogy egyáltalán nem lesz Twitch-en, mert azt ki van a Twitch-en. Meg egy elem is kell, azt hiszem. De hát, ha lesz stream, akkor, és nem Twitch-en, akkor itt lesz. Tehát teljesen mindegy. Ha én figyelek ranked-en, akkor a csapatom megnyeri. Ha megnyerem a lénemet, akkor azon kapom magam, hogy az enemy mindent hagyja, aki ellenem lénem, az 20 nóban volt. Aki nem ellen. Igen. Úgy, ezt nem is tudom ki mondta. Ja, azt hiszem a Fy. PHY. Őt követem még. Meg a Nightblood kb. És ennyi. Hogy... win lane, lose game. Lose lane, win game. Tehát így... tipik, izé... rendesen Murphy törvénye. Na hát gyerek, nem is sikerül. Nem szar, nem szar. Ah, de jó. Hát akkor mehetünk is felfedezni. De ezt korábban se értettem, hogy most, ez most bebugolt? Vagy mit kéne ott megnéznem? Ott volt egyetlen PDA, és ja, a nagy kapacitású oxigén, de jó, mi kell ahhoz? Üveggel, meg is nem csinálok, de jövő. Dáhújá vagyok. Semmit nem akarok ígérni, de alapvetően most csak azért streamelek, mert gondoltam, megmutatom, meg nagyon fellelkesültem így a Subnautica-val kapcsolatban, de egyébként szar a hálózati kártyám, ezért hiába van 300 megás netünk, 100 megát is alig bír, ezért szaggat a stream. 8 giga RAM-mal felgyullad a gép, meg a hűtő, tehát a tápot hűtő ventilátor is tönkrement, úgyhogy zúg, úgyhogy kéne tápventilátor, RAM, külső vinyom, hogy át tudjam rakni a cuccokat, meg a videókat, és újra tudjam rakni a gépet, meg egy hálózati kártyát. Ezek viszont nem prioritások nekem, tehát most oké, dolgozok, de suli, tartozok, stb. Nem fogok random 100-ket kidobni, meg 50-et ezekre, úgymond kidobni, úgyhogy... Viszont ahogy ezek megvannak, simán tudok a meló mellett is streamelni, tehát hazajövök, azt átszok egy órát, és akkor közben streamelem, tehát nekem az nem fájdalmas, vagy nagy dolog, vagy nehéz, tehát nem kell ahhoz, úgymond, ígérgetnem, vagy nem kell nagyon kérnetek, én nagyon szívesen csinálom, csak... Komolyan nem. Komolyan nekem kell kicserélni, mert nem rakta be. Korábban berakta, nem mindig. Van, ah, mindenki a Ritó törvényével felel. Én abból mindent vágok. Ja, szóval simán lehet, hogy lesz. Vagyis biztos, hogy lesznek streamek, hogyha elben néztek. Úgymond problémát, vagy hiányosságot. Hogy ne gyulladjunk el gépem. Scitech-nél vagyok anyagmozgató. Tudod, az a TAP-kiek cég van, a Biotech-kiból cég, meg a Skytech-kiból, Scitech. Ott vagyok raktáros. Fogom, azt húzom az üres flakonokat. Még most sem olyan raktáros meló. De mivel fejlesztőállást még nem kapok az egyetemből, még 2 éven van. Mint egyébként szeptemberben folytatok, szóval addigra muszáj lesz irodai meló. De addig is, ez teljesen jó, mert itt van a közelben. Mi az? Semmi. Szóval itt van a közelben, van időm mellette úgy valamennyire a kis dolgaimra. Most a honlappal foglalkoztunk sokat, viszonylag.
egy-két videóval, amiket amíg azért sok idő volt megcsinálni. És hát ja. Úgyhogy nem a legjobb, sem mondjuk fejlődésben, se értelmezben, de ezt nem kiszedtem, de szar, mit csinálják, miért? De minden más szempontból. Van időm rá, nem fárasztja le az agyamat. Igen, az jó keres amúgy. És mi az X-aktákat? És nem persze. De nem nagyon néztem, annyira se. Úgy érdekelnek az ilyen űrlényes dolgok. Hú, de hú, kolléga, de bepörgött. Az igen. Igen. Mit csinálsz? Adja oxig. Ez meghalt. I've got a lead for you. An alien sanctuary in the twisty bridges. 200 meters down. I need to go back to the research site. I can't let you. Why not? Boss's orders. We're trying to keep you alive. Only because salaries cost less than lawsuits. Is that cynicism making you friends down there? Sure. They're just not human. The files are on your data bank. Do as you please, just tell me what you find. And don't get me into trouble. Azt mondja, ezzel a cinizmussal találsz meg barátokat? Na persze, csak nem emberek. Meg egyébként most már az van, tehát most már direkt jött vissza ez az Altera nevű kutató tudós cég erre a bolygóra, hogy még további alien szokat felfedezzen. Ki tudom kapcsolni, de végülis most ide kellett jönnöm, úgyhogy rájöttem. Csak azt hittem ez ugyanaz, mint az előbb. Most viszont megint egy új jelzést adott. Nem adott. Most mi történt? Egy idegen szentély, 200 méter mélyen. Ja, én mondtam, hogy vissza kell mennem a bázisra. Nem engedhetem. Kösz. Bánkhal ez nem egy ürlény, mármint űrhal, mert eléggé természetesen nem is néz ki. Dehogy nem. Ja, mármint... Tehát ez a bolygó eleve egy idegen bolygón játszódik. Itt minden lény űrlény. Csak... kicsit intelligensebb faj. Úgymond kutatásai meg technológia után kutatunk, mint a fánkhal. Ki tudom kapcsolni, de nem az a baj, hanem hogy gondolom azért jelöli, mert kell valamit ott csinálni. Ezt képest nem. Nem mehetek vissza, igen. Fászlom a databank. Jaj, itt van. Nyádat! Visszamegyek akkor a kabinomhoz. Legalábbis felé. Elolvasom azt a cuccot. Ez vezet el a továbbiakhoz. Azt mondja, hogy a 45-46B elfoglalása közben a különleges űrkereskedő idegenek, amit az almanakként emlegetünk. Kivasztott néhány bolygót. Kivasztott néhány helyet ezen a bolygón, ahol hatalmas nagy létesítmények készítettek. Küldetésük az volt, hogy megmentsék a fajtájukat a fertőzéstől, amitől ugye mi is szenvedtünk, ugye az fejlődésben, ugye? Az ugye, azt ugye már vágjuk, viszont most többi további létesítményekről is tudunk. Ezek viszont más csinálnak, igen, ez is igen. Most már ismerjük ezeket a szempontokat, igen. Ja, hogy nem tudjuk a célját ezeknek a helyeknek, igen. Mit tudunk? 100 évvel ezelőtt befogadt a jég alá, ez a helység, igen.
Egy megfejthetetlen vagy feltörhetetlen lapa zárja ezt a cuccot. Bármi van benne. Jobban védik, mint eddig bármit, amivel valaha találkoztam. Kipróbáld valamikor a Skyrim-et? Próbáltam. Nekem unalmas. Nem nagyon fogok ezzel játszani. Úgy nagyjából meg tudom ígérni. Sokan évül. Kösz, pandemény. Nem az a lényeg, hogy sok lenne, hanem akik itt vannak, azok a lényegek. Annó én kipróbáltam is. Szeretem az RPG-ket, de nekem mindenek előtt Divinity széria az a kedvencem. Fogok RPG-zni, nagyon szívesen. Jó, és most mi a fasz csinálják? Menjek oda. Ja, itt, jó, ezt kellett volna megnyitnom, de jó, hogy... A nullás szentély, igen. Nem tudtunk bejutni. Fisty Bridges, tekergő hidak. Környékén van. 100 és 300 méter mélység között, ez kúra jó, pont nem fog tudni lélegezni. Kétszer mélyen van. Igen. Ó! Az volt a célja ezeknek a helységnek, hogy az UFO-knak a... és hát az űrlényeknek a mentális állapot, tehát a tudatát beültessék valamibe, és hogy később visszatudják vészhelyzet esetén visszatudják állítani. Érdekes. Sokan elmenekültek ezekbe a szentélyekbe, de a kara fertőzést kiengedték, és a legtöbb elpusztult, mielőtt elérték volna őket. Aha, egyikben sem találtak értelmes, vagy hát eszméleténél lévő lény. Most egy kis kaját bedobunk, aztán megnézzük ezt a témát, megkeressük ezt a kanyargó hidakat. Nem erről van szó, amit mondtam két szintre. Hát már fel. Gyerünk! Kaja! Aha, igen, ez szegény halva született. Ezt majd a feedbackbe be fogom írni, hogy ezekből egy csomó új terem le, hogy eleve meg van halva. Szerintem. Jó, vizet ezt később is tudunk elrakni, úgyis. Penguint nem tudjuk megvenni. Mit akartam mondani? Te próbáltad? Vagy mi, most mit írtál? Nem tudom értelmezni ennyire. Te is? Jó. Ez a balunk és zsak. Mindjárt 5 óra. Szerintem nagyon sok, nem terveztem, de... Ez kemény, hogy már van befejezés. Nem tudom, meddig lesz. Nyilván 5-ig nem, tehát 2 másodperccel még fejezem, mert nem fél, ha... Legyen tartósított az összes fel, nem? Mert most is eszek. Jó, még egy, és a maradókba pedig nyújt. Én amnem, nem értem, mit értel, kedves honti. Jó, ennyi volt. Főzött, tartósított, nem. Később van két olyan egy nyersen is még nekem annyi halakat, csak mindjárt. Ezt is őszintén nem annyira értem. Te
tele van bemézettel az a hangárból hidak, de hát nem tudom merre van. Szavasz Adam, köszönjük, hogy mondtam. Merre? Arra? Megyek arra. Már itt már most fal van, úgyhogy nem hiszem. Na, legyen ez az éjszak, ami a félkész űrlényépület felé mutat. Ahhoz képest próbálok tájékozódni már. Most a nagy jégterület alatt vagyok, nem tudom, hogy erre mennyire láttam, de az sem ennyire, mert mindenképpen el van falazva. Az a baj, nem mondott nyomot, hogy valójában merre lehet ez a cucc. Csak hogy 200 méter mélyen kösz. A kanyargó hidegfáj. Ma amúgy ezt tudom, hogy hol van, tényleg beütöm a GPS-be már is. Rögvest. De arra te... Ú, mentek egyet, Jézusom. Az egész játék alatt nem mentettem még. Akarok is, meg nem is találkozni valami lényel, ami megesz. Kíváncsi vagyok azokból, mi van, hogy ugyanaz is van, el vagy valami mutálódott arról, hogy tök új lényeket raktak be, amik ugye fenyegetést jelentenek. Hú, nem is tudtam pedig. Ja, már az izé alatt vagyunk a jéghely alatt, itt milyen tényleg van be. Itt mégis tudunk beérni, nem csak. Van a bármi értelme. Ah. Igen, a tájékozódás az nem a legkönnyebb ilyen fényviszonyoknál. Most hova az anyámban megyek. A problémám még például az, hogy most meg fog fülödni. Nem? Oh, anyád! Mi ez? Ez nem bán. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Világító bálna. Király, de hol van egy izé? Nem mondjuk, hogy olvassam vissza. Ide szartam. Parámú. Köszönöm már. Ah, király. Pont van egy kis felszín. Fel tudok menni levegővel. Kell menni. Feljebb veszem egy kicsit a hangot, mert nagyon halk. Hol kell? Okay. Na, és most totál nem tudom, hogy egyetlen kb. Mert. Most voltam fel levegője, nem van csak. Nem töltöttem fel, nem? Ezzel azért nincs bajom, mert én amúgy akartam játszani ezzel a játékot. És nem nézi senki, akkor is legrosszabb esetben azt sem, amit eleve akar. Na. Most tudom, pont ezt történt, csak magamat nézem. Azt sem nem nézi. Világítóbb állna. Sokáig tart beszkennelni. Kirázó hideg. Előzőbb is annak a lénynek volt a leg... egyik legparább hangja. Totál... ártalmatlan volt. És most itt nincs semmi... Itt van lámpa, bazdmeg, de nincs itt semmi cucc. Csak azért, mert még nem kell ide jönni. Na jó, nem lehet levegőjönni ezt, de szerintem viszonylag jó hely felé kapizsgálunk. Hogyha láttam a levegőket lent. Mi az anyád? Ja, ah. Jó, ez is bán, de ezt már legalább ismerjük, hogy a cserkész. Csak meghalok. Aha. Vagy ez is jég? Azt hittem, hogy nincs. De hát ez... Szóval nézd meg, amikor ezért
hogy én akarok egy játékot csinálni, és elkezdem, és így be van messze, hogy nem mondjuk, és nem is lehet kapcsolódni. Hát mondjuk, nem is lehet. A mélybe. A passzmány. Szkennerből muszáj vagyok, és leserélni a 2%-os. Még egyszer felmegyek a vagyóért. De most egészen. Hogyha jó hely felé mennék. Ja, persze van ilyen térkép, de hát még sokkal nem tudom. Kapcsolatban a különbségére. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Mennyi. De én most még jobban szokódik kellene, hogy is kigondol. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Igen. Valami csík van, az nem tudom, hogy csak oda van bugolva, vagy... Nagyon jól ez neki ez. Vagy ez pedig valami... Valami dolog. Szia, kicsit hangos el. Most vettem feljebbre. Visszaveszem, bocs. Megyek így. Aztán megint levegőért venni, de most akkor nézzünk el arra. Az a baj, nem tudom. Tök jó, azt mondja, hogy menjek le 200 méter mélyre, de nem tudok még olyan tisztet csinálni, mert tudok mélyre merülni. I guess. Csak 20-an tudtam csinálni. Elfelejtettem feltölteni a kis levegőmet. Hopp. Jó. Deep Arctic Resource. Mély sarki erőforrás, de még nincs neve. Ja. Ezt még nem tartom. Nem szkenneljük be a Ruby. Fontosabb dolgokat tartunk ki. Én tényleg ezt szeretem az első és a totál szabadságot kapsz. Lehet, hogy most olyan helyen vagyok, ahol kurva nem kéne már lenni. És mindjárt megtámad valami kurva egy lény, hogy itt már légy szíves ne legyél. Ez tök szép. Megvagyok, hogy nagyon barangú, de semmit nem látok. Na, erre ha kimegyek ki, ó, erre. Most mentek egyet. Biztos, hogy arra a nyílt tenger felé megyek. Aha, itt előző játékban is, amikor már ilyen nagyon kék volt a víz, akkor voltunk azon a területen, ahol nem akarta, hogy legyünk. És ugye úgy van megoldva, hogy nem most pont aki még jön. Egy spritelt világ. Ugye szellem leviatán jött, és meg akart harapni. Kíváncsi vagyok, hogy mi a választott megoldás, vagy itt egyszerűen nincs is olyan, már nem látom, hogy megint ahol van szárasztom, erre nagyon úgy néz szívni. Igen, most szándékosan a halálba rohanok, csak nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen alakot a halál. Ez a csík, ez nekem nagyon gyönyörű, hogy nem csak ide bázol. De, lehet, hogy de. Egyébként tök jó tényleg ekkor a szabadságot akarod. Akarod bazdmeg az első 5 percben kimész világ végére. És meghalhatsz. Nagyon nyugodtan. Történik valami és mondja a játék, hogy menj oda. Érdemes oda menni, de nem mész. Ez van mindenki. Nem már, hát ez a legkirályabb észfelek, nincs még benne. Szörny, ami megesz. Hát ez tudja halálzóna, akkor volt már ilyen ultra kék minden. Előzőben is. Én rendesen úgy érzem, hogy közeledek ehhez a cuccoz, amit itt látunk. Ez a... Nem.
Nem, nem közeledünk. Fogalmam sincs valahol. Viszont itt... szinte teljesen biztos, hogy benne, hiába megyek már le. Hát, vagy lesz valami szörny, vagy nem, de... Ja, ez csak a glow wheel. Itt is csak ilyenek vannak? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Na, ez is para. Nem tudom, hogy nem bántana. Legalábbis eddig nem bántottam. Úristen, mennyi van. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Jó, ennyire nem kell amúgy lemenni, 200 méteren van az a laboratórium. De őszintén nem tudom, hogy tudnám megtalálni. Hát tudom, nem is kell megkeresni, de hát pont most mondta a játékot. Most adott róla infókat. Hú, mennyi izé, bálna, para. Nem tudom igazából elmondani, vagy leírni, hogy mitől az. Itt egyébként egész kevés dolog bánt minket, ami igen, az ölelés egy idő után el tudsz menekülni, tehát... De akkor is így... Szóval fingod nincs, hogy mi ez is. 343 hatalmas bánya, így csaptak körülötted. Nem tudom, annyira tekintélyt parancsoló. Csak a mérete miatt is. Na, vannak dolgok. Anyád! Nézzétek csak! Kit találtunk? Az Emperor. Az is lehet, hogy egy Emperor, és több is van. Hello, szia! Szevasz, Ferenc! Két néző, nagyon megéri streamelni két nézőnek. Ja, Isten, ügyes vagy. Hány éves vagy? Ha? De amúgy... Pont korábban mondtam, hogy vicces, volt olyan pillanat, amikor tök egyedül streameltek. És az a lényeg, hogy én azt akartam, hogy hazajövök, és szabnautikázok, kész. Na most, ha nem néz senki, ez a kis vágyam akkor is teljesül. Én játszok, és jól elvegyek. Ha meg még nézik, az csak extra. Szóval én nem stresszelek ilyeneken. Hát te se stresszelj. Illetve nem tudom, hogy mi... milyen formában okozod neked boldogságot, hogy most megmondtad a tuti. Hogy most akkor szégyeljem el magam? Vagy gyorsan vásároljak 50 000 nézőt? Nem vágom, mit szeretném mondjad elérni. Aztán... Nem beg, de csak hogy valamit elmondjak. És ennyivel játszik egy időben kérdő sztori, mert a vágások sem nem lesz. De az kemény ezek, hogy az Emperor az csak így... De végül is amúgy miért ne tennék be már? De kemény, csak így itt csillagok. Nincs mondjuk még... De van szemben, csak nem világ. Hopp! Már jól hírtok leírni. Beszorok beszélésekben. Ja, meg ki köpte az enzimet, de nem is volt szó enzimről, én nem emlékszem, hogy arról beszéltünk volna. Mondta, hogy... És mondtam én, az én karakterem mondtam, hogy... Na megvan az enzim, mint hogyha annyira rohadtul kerestük volna. Szevasz, Hulcset! Üdvözöl! Havel írja, hogy izé... Kapott report feedbacket. De én is állandóan reportom az idiótákat, de mégsem. Sose kapott az egyébként. Sikeres lett volna akkor. Na, de próbáljunk már találni egy Twisted Bridges-t. Nem, itt nem lehet még oda menni, de... De itt... És ezek ilyen fáknál láttam. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. 30 seconds. A
azt hittem már két ember oda, az csak úgy... Oh. Ajjaj. Oxygen. Na? Hát ez kurva jó az a vészhelyzeti lebegtetés. Sokkal gyorsabban felértem, mint a siklóval. Nem más, már megint lemerül minden az elem. Jó lényegem, mert akkor kénytelen vagyok visszamenni, de akkor próbáljuk valahogy belőni, hogy ez merre van, ahol most voltunk. Én megpróbálok, hogy ide visszajövök szépen. És itt megpróbálom valami lejáratot keresni. Ez a szar mindjárt leismerő. Jaj, Istenem. Hello. Ez is még egy ember oldalad, de kint az van. Akkor elkont egy is. A szarás. Megtámadom Michel, megtámadjam? Nem akarom mondani. Hopp. De utol tudnám érni. De jó, már csak 800 métert kell leúszni. Na jó, én lehet, hogy igazából itt most ezt így... Abba is hagyom, azt hittem, hogy... Annyit mondjam már meg, nem mondd meg, hogy milyen, kedves Adam. Csak hogy... van benne valami... Vannak benne már ijesztő lények? Nem akarom megnézni a videón. Vagy hát nem ijesztő, szóval, hogy valami, ami támad. Eddig hatalmasokkal találkoztam, de mindegyik békés. Kis aranyos békés. Nem valamennyire, de... Milyen sziklás rész, ez egészen élettelen ez a rész. Anyá! Milyen? Oh. Szikla ütő. Kimerült ez is, beszarok. Jó van, akkor mindegy. Akkor hagyjuk. Na, erre még kíváncsi vagyok. A válaszokra, hogy van-e lény. Ami morog, mert ugye Ghost Leviathan nem volt, pedig eléggé kimentem a pályáról. Már lehet, hogy nem eléggé végül. Hiszen ott 200 méteren belül még volt talaj. Ez bánt. Igen. Ahogy van rá lehetőség, én is tudom bánni. Bombják neki. De igen, ez fura, hogy így feljebb teremnek és csak utána ereszkednek le, de nem baj, ennyi belefér. Szerintem már nem is vagy itt. És Adam. De ha még igen, akkor kérlek mondom, hogy van-e terrorizáló. Ja. Mindegy, mert az már megvan, meg úgyis lemerült a szkennelő. Úgyhogy szerintem ez most csak így ennyi volt röviden, csak egy ilyen kis rövidet akartam. De aztán szerintem majd folytatjuk. Az ásot is nagyon szerettem, úgyhogy biztos, hogy lesz még. Mondom ezt jelenleg kizárólag magamnak, de ilyenkor az meg a másik, hogy ez egy... Ilyenkor ez egy hosszú videó is, ami utána fenn lesz YouTube-on. Tehát, hogy ki ezt később nézi, annak is számít, hogy én mit csinálok közben, vagy mit mondok. Kedves U-bot. Mit akartam? És hogy tudom elküldeni neki az elvét mégis? I send it up to you as soon as I can. Huh. Jó, de hogy küldjem fel? Gondolom majd a laborba. Mindegy, elpakolom a cuccokat. Vézes kell, meg titánium, talán. Ez se kell most. Az elemhez.
szerzünk egy kis ribbon plantet. Kurva hamar kimerül, vagy csak hozzászoktam, hogy a csikóhallal 800 km-eket utazok. Az előző játékban. Na, az nem kivel. Én itt már nem a sav gombából kell, hanem ebből a cuccból az elemet. És az a baj, hogy ebből kevesebb van a sav gombával, ugye tele volt az, és az egész játék nagyjából. Meg ez a szallagnövény, nem igazán, nem igazán találom, és nem tudom, hogy akkor most mi van. Érdekes. Na mindegy, köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, egyelőre ennyi volt, és akkor hát vagy előtte is talán, vagy majd akkor, mikor lesz végre jó hálókártya, meg RAM, meg minden, akkor lesz még streham. Köszönöm szépen, sziaszt!